La primera vez que vi bailar a Antonia Singla fue en unas imágenes antiguas colgadas en internet. Ez a dokumentumfilm Antonia Singláról szól, aki 17 évesen forradalmasította a flamenco világát. 30 éves korában azonban nyomtalanul eltűnt a színpadról. 50 évvel később egy fiatal nő kutatni kezd. Mégis mi történhetett vele, hogy tűnhetett el a világ szeme elől? Ez az egyik a 6 film közül, amit a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál keretében láthat a közönség február 2-a és 4-e között Székesfehérváron. A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált 10 évvel ezelőtt hívta életre Sós Ágnes, ő Balázs Béla díjas dokumentumfilm rendező, és az ő ötlete nyomán indult el, és olyan sikere volt Budapesten, hogy azt gondolták a főszervezők, hogy ne csak Budapest központú legyen, hanem más megyei jogú városokban is lehessen ezeket az alkotásokat megnézni. Mindegyik nívós, Oscar díjas rendezőktől, Oscar díjra jelölt filmekről van szó. Fehérvár első alkalommal csatlakozott 10-ként a városokhoz. A 3 nap során 6 alkotást mutatnak be a Cinema City albában. 3-at a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál ajánlott, 3-at pedig Ficsóri Erika választott. A Manifesto kiáltvány a gyerekekért című filmet február 3-án szombaton láthatják majd az érdeklődők. Az alkotás megmutatja, hogy a gyerekek a jövőnk, segítenünk kell a serdülők iskolai életét. A film rendezője 21. században készült különböző közösségi médiákból összeszerkesztett kis filmeket rakott össze, és ebből áll ez a film. Oroszországi gyerekekről van szó, akik, amint láthattuk is, a felkelésüktől kezdve az iskolába menetelig, az evakuáláson át az egymás közötti beszélgetéseket, ugye mindent tesznek föl a közösségi médiára. A közönség naponta 2 filmet tekinthet meg, majd a vetítések után szakértőkkel és az adott film nagykövetével tartanak közönség találkozót. Február 2-án a La Singla, a flamenco királynő rejtélye és az Amíg még nézhetjük című filmeket vetítik. Február 3-án szombaton látható a Manifesto kiáltvány a gyerekekért és a Gulspangi rejtély című alkotás. Február 4-én vasárnap a Mi kis hazai pályánk és a Harcban című filmeket tekintheti meg a közönség.